Súlyos örökletes betegségek átadásának elkerülését teszi lehetővé egy nemrég kikísérletezett eljárás. Az úgynevezett háromszülős lombik bébi program az embrió DNS-ét változtatja meg az anyamébe kerülés előtt. Ezt a módszert eddig egyedül Nagy-Britanniában engedélyezték. Vendégem a témában dr. Zeisel Endre, genetikus professzor. Jó reggelt, köszönöm. Jó reggelt kívánok. Elfogadta a meghívásunkat. Most hogy is kell elképzelni ezt a háromszülős lombik bébi programot? Nem könnyű ezt elmondani, de azért megpróbálom. Hát arról van szó, hogy azt azért, hogy mindenki tudja, hogy van a sejtben van a sejtmag, és bente van a 46 kromoszóma. Na most, ha ivarsejtbe gondolkodunk, érett ivarsejtbe, petesejt és ondósejt, ott csak 23 van. De kiderült, hogy a sejtmagon kívül, mi azt úgy mondjuk, hogy citoplazma, vagy protoplazma, ott is van DNS, mert hogy a mitokondriumok, és ez a kulcsszó, a mitokondrium, azok az erőművek, amely a sejt életéhez szükséges energiát szolgáltatják. És kiderült, hogy ott is van DNS, méghozzá 37 gén, és ezek a gének sokkal inkább elromlanak, mint a sejtmagban lévő gének, mert nincs fehérje, burkók, meg sok minden egyéb, ezt most nem mondom, és ez az életkor előrehaladtával általában növekszik, például a Parkinson-kór, az is egy mitokondriális betegség, de nekünk genetikusoknak a legnagyobb gondunk az, hogy vannak olyan izom- és idegrendszeri betegségek, amelyek már gyerekkorban jelentkeznek, például a melasz, mert most itt erről van szó, és a nagyon fontos, hogy ezt mindig csak az édesanyja örökíti át. Mert hogyha elképzeljük, hogy van egy nagy petesejt, az még szabad szemmel is látható, most hagyj viccelődjek, jön egy rakéta, hát ez az ondósejt, és egyesülnek, és elindítják az új életet, de mitokondrium csak a petesejtben van. Tehát tulajdonképpen csak az anya tudja átörökíteni. Na most itt egy olyan esetről van szó, vagy olyan modellről van szó, ahol az anya petesejtjében rosszak a mitokondriumok. És most azt fantasztikus műveletet hajtották végre, hogy ennek az édesanyjának a petesejtjéből, ugye amit kivettek a szokásos módon, ahogy a lombik bébi módszert csinálják, kivették a sejtmagot, az jó, és a petebankból vettek egy másik petesejtet, annak kilőtték a sejtmagját, és az édesanyja sejtmagját ültették be, és így akkor most már a mitokondriumok is rendben voltak, és akkor megtermékenyítették a partner ondósejtjével, elindult a fejlődés, és megszületik a gyerek. Na most ugye ez azért érdekes, mert akkor 23 kromoszoma van az édesanyától, 23 kromoszoma az édesapától, de az a 47. nevezhetjük 47. kromoszomának, az egy harmadik nőtől. Tehát így jön be, hogy tulajdonképpen ennek a kisemberkének hát két édesanyja és egy édesapja van. Na most ettől... Most ki lehet a harmadik fél? Akik kivizsgáltan különböző okokból, mondjuk lombik bébi módszernél nyertek petesejteket, de sikerült az első, jelképesen mondom, a jégszekrénybe megmaradt esetleg. Hát ezzel a szülők rendelkeznek, vagy kap orvosi segítséget? Ilyenkor engedélyt kérnek tőlük, hogy a petebankba betehessék, és akkor kicsit ez olyan, mint az örökbeadás, ugye, ott gyereket adnak örökbe, itt meg petesejtet. De a férfiak esetében ez nagyon régóta ismert, ugye, hogy az ondóbankból kell ondót vennünk, ha egy férfinek nincs ondósejtje, és hát ez is egy jól bevált orvosi művelet. Nekünk emlékszem, hogy amikor a 100 első párt, akik így hoztak létre gyereket, megnéztük és összehasonlítottuk 100 olyan párral, aki ugyanabban az évben természetes úton fogant, és hát nagy meglepetés volt, mert a természetesen fogantak, ez 12 év, már 21% külön élt, és akik ilyen mesterséges idegen ondóval termékenyültek meg, a 100 közül csak 3. Én fordítva vártam volna, ugye, minden házasságban vannak balhék, és ahogy kiderül, hogy ez nem is az én gyerekem, hogy akkor könnyebben lelép, de úgy látszik köztük valami olyan mély, titkos kapcsolat van, hogy ez inkább összekovácsolta őket. Na most ez a módszer, ez teljesen új, félek, hogy Magyarországon nagyon soká fogják. Na hát ezt akartam volna kérdezni, hogy eddig ez csak Nagy-Britanniában nem, engedélyezett, nem. Lát arra esélyt, hogy Magyarországon is lehetőséget kapjanak a szülők? Hát nézze, én azt gondolom, hogy a magyar szakemberek fel lennének készülve, hogy átvegyék ezt a módszert. Ugye mindig az első módszer kikísérletezés, ahogy ön mondta, már ebben úgy vigyázni kell, mert emberbe kísérleteket nem szabad végezni, hanem kidolgozása, úgy biztos tudnánk, csak mi azért
rettentő konzervatívak vagyunk. Tehát ugye van a preimplantációs genetika, amikor a beültetés előtt azt a kis embert, most lombik bébi megint, meg lehet nézni, ugye mert egy-egy sejtet ki lehet venni, mert ős sejt, majd pótolja, és meg lehet nézni, hogy melyik a jó, melyik a rossz. És csak a jót ültetik be. Nekem az első ilyen nagyon mély nyomot hagyó eset egy 42 éves asszony volt, akinek levették mind a két mellét. Édesanyja is emlőrákba halt meg, sőt a nagyanyja is. Ez kiderült, hogy egy BRCA gént hordoz. És akkor ő ugye levették a mellét, megcsapta a halálszele, és akkor gondolta, hogy mindenképp gyereket akar, de amikor megtudta, hogy 50% ugye a gyerekbe is átörökíti, akkor mondta, hogy mit lehet tenni. És akkor is az angol parlament 2001-ben már elfogadta, hogy lehet ilyen a magzat kezdeményben genetikai vizsgálatot végezni, és akkor kiment Londonba, és kiválasztották azt a magzat kezdeményt, amiben nem volt ott a BRCA gént, és akkor megszűnt ez a családi átok, és egy nagyon szép kislánya született, még két asszony is kiment. Ezt csak azért mondom, mert Magyarországon múlt évben kezdték el, és ebből rögtön ilyen, hogy mondjam, balhé lett, mert hogy feljelentették az intézetet, hogy embriókísérleteket végez, akkor, amikor mondjuk 2001 óta Angliában, és most már szinte minden nyugati országban ez egy rutin eljárás. Professzor úr, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, ma reggel is beszélhettünk erről.